Szenior örömtáncosok töltötték meg a Hatvani Lajos Múzeum udvarát, hogy közösen hívják fel a figyelmet az Alzheimer-kórra és annak megelőzésének fontosságára a betegség világnapja alkalmából. Zsitvai Katalin, szenior örömtánc oktató azt mondta, ez a mozgásforma nem csak azért közkedvelt, mert a zene és a tánc jó hatással vannak az idősödő szervezetre, hanem azért is, mert a szépkorúak új baráti kapcsolatokat alakíthatnak ki közben. Az örömtánc az egy nagyon jó módszer arra, hogy ezt a demenciával küzdő betegeket egy kicsit kondicionálja, illetve a megelőzés. Tehát ez lenne nagyon fontos, hogy az örömtánccal megelőzzük a szellemi elbutulást, a szellemi leépülést. A világnapnak egyébként az is a célja, hogy fölhívja a figyelmet erre a betegségre, hiszen egyre többeket érint. A 80 év feletti lakosságnak a 20%-a demenciában szenved. Hozzátette, hogy a szenior örömtánc nem tartalmaz bonyolult mozgásformákat, ugyanis elsősorban az idősebb korosztály számára fejlesztették ki. A figyelemfelhívó programhoz nem csak 60-iak csatlakoztak, egy budapesti közösség is részt vett az eseményen. A vendégszereplő csoport tagjai is rendszeresen táncolnak. Weimann Gabriella elmondta, hogy heti több alkalommal gyűlnek össze, és a foglalkozások egyre népszerűbbek, ugyanis az érdeklődők mindig megtapasztalják az örömtánc jótékony hatásait. Nagyon szolgálja a 60 pluszosoknak az egészségi állapotát úgy fizikálisan, mint szellemileg, mert ugye erre nagyon oda kell figyelni. Ezeket a táncokat nem kell megtanulni. Tehát én nem oktató vagyok, de nekünk is van saját oktatónk, nagyon sok táncos tanítványa van, de minden táncot minden órán elmond. Nem úgy, mint én, hogy ilyen felületesen, hanem nagyon odafigyelve, mindenkit megnézve, és ha nem megy, akkor újra kezdjük, és addig kezdjük, amíg azon az órán nem tudja. De ha a következő órára elfelejti, akkor sincs semmi gond, mert természetesen újra megmutatja. A budapesti örömtáncosok egy ajándékkal is készültek a Hatvani Lajos Múzeum számára. Egy csaknem 100 éve íródott Bibliát adományoztak a gyűjteménybe, melyet Kökény Ferenc, az intézmény igazgatója vett át.